iTunes. Visszavonulás. Készüljünk fel! Gyanítom, nem remélted, hogy meleg fogadtatásban lett részed. Hogy áll a dolog odakint? Rosszul. És Phobos még nem kezdte meg a nagy belépőjét. Most örül? Cornelia, szorítsd ki! Irma, a Hélin támadás! Tyranny, védekezz! Blank, áttűnést a lázadó főhadiszállásra! De Ilion balotája! Elveszett! A lázadok visszavonulnak, nagy uram! A palota újra a tiéd! Nem egészen az. Mindjárt otthonosabb. És hamarosan egész Meridiánnal ezt teszem. Így képzelem el a paradicsomot. Ötlányból egy a tűzött Meridiánja éget. Más levegővel cimborál. Van köztük egy, ki vízzel játszik el. Phobos halloweeni előjövő bulija óta úgy érzem, éjjel-nappal megállás nélkül harcolunk. A sulit leszámítva így is van. Az a kretén sosem fárad el, olyan, mint egy tripla-dupla kávéördög. De szükség van ránk Meridiánon. Nem sokára ott leszünk, de muszáj egy kicsit ledőlnünk, vagy összeesünk. Igen, ez a szép a ledülésben. És délelőtt iskolába kell menni. Muszáj elrontani mindent. Ups, majdnem elfelejtettem. Apa kérte, hogy vigyek haza valamit. Aggódnom kéne? Nem akarok aggódni, de kezdek aggódni. Te aggódsz? Hát persze, hogy aggódsz. És én is aggódom, hiszen az anyám. Miről beszél? Aggódik a nagyi miatt. Nem is gondoltam, hogy maradt egyáltalán rokonunk odahaza. Mondtam neki, hogy valami baj van a családdal Kínában. Miért? Mit mondhattam volna? Bocs, apa, de a nagyit elvarázsolt egy gonosz varázsló és belegyömöszölt egy mágikus ékszerbe. Jó, de nincs is telefon az őseink országában. Elfelejtettem mondani. A nagyi telefonált, csak ti nem voltatok itthon. Jól van, de egy kis hegyi faluban van, ahol nem létezik telefon, úgyhogy nem tudja, hogy mikor fog tudni hívni. Hélin, ezerszer megmondtam, hogy a telefonüzenet szent kötelezettség. Ezért adom neked ezt oda. Az igazgatónő hívott, de ne felejtsd el a Hartfieldi művészeti versenyt holnap este. Na, Hélin, mi van ezzel a művészeti versennyel? Hónapokkal ezelőtt neveztem be, de Nerissa, Phobos meg az a sok totális háború...
elfelejtettem. Na, elő az ecsetekkel is, csapjassz egy mesterművet. Legyek modell. Ugyan. Fél éjszaka próbáltam kidolgozni a témát. Vagyis a szanadumat. Milyen adudat? Szanadú. Az egy kis magánédenkert volt, amit a nagy Kublakán király alkotott. A zsűri a versenyzők elképzelésére kíváncsi arról, hogy milyen a paradicsom. Ez klassz, Hélin, neked nem gond. Ugyan? Egyáltalán nem figyeltél. Zambala pusztulás, Kandrakár pusztulás, Meridian nagy pusztulás. Hogy tudnék most bármilyen paradicsomra gondolni? Nincs ihletem. Nem fogtok örökké kitartani. Nem kell örökké kitartani. Csak amíg megérkeznek Drake katonái. Most! Drake! Na végre! És a katonák? Gyalog jönnek, fel a hegyre! Pont idejében, hogy végezzek velük. Te jól gatsz, vagy inkább én? Szabad ne felejtsd! Hé! Hey, Gergoyl! Te nagy kőfej! Fogadjunk, hogy nem kapsz el! Gergoyl, ne! Ezt nevezed lavinának. Ez az igazi lavina. Ennyit az erősítésről. Tűnjünk el innen! Ez hiányzott Nerissából, az ihlet. Egyfolytában mesterkedett, hogy minél nagyobb hatalomra tegyen szert, de sose volt bátorsága használni. Igen, nem is érdemli meg a varázslónő, hogy ez a csodálatos tárgy az ő nevét viselje. Ettől a pillanattól kezdve a Nerissa pecsétjét átkeresztelem Phobos jogarán. Nekem nem volt ihletem! Neki nincs ihlete! Minden cél nélkül elpusztítani mindent, ami az útjába kerül, terv nélkül, én egyesíteném a világokat! Az ihlet! Ihlet lehet, lelki ismeret nem. Ez a te hibád, te... Vigyázz a szádra, kölyök! Vagy... Hogy? Hisz átszívtam a hatalmadat a Meridian szívébe! És bebörtönöztél a közepébe, buta banya! Megtanítottam Illiont, hogyan szerezze vissza az erejét, ami jog szerint egyedül őt illeti meg. Annyira nem vagyok erős, hogy kiszabadítsam magam a bátyám rabságából, de téged eltaposhatlak. És mi segítünk! Ugyan, Hélin, a művészet igazán nagyszerű szenvedély, de az ebédet azért ne hagyd ki miatta. Na jó, ezt az ebédet lehet, de elég rémisztő, ahogy bámulod a könyvet. Legalább néha pislog, azt mindenki szokott. Nem bámulok, imádkozom, ihletért. Ez itt a szabadság, a kedvenc művészem csinálta, Lily Quinnon ez. Ha tőle nem lesz ihletem, akkor senkitől. Lily Quinnon ez? Ó, csodálom őt, ezért lettem olyan izgatott, amikor megtudtam, hogy hajlandó részt venni a zsűriben. Lily Quinnon ezt fogja zsűrizni a festményemet? Mindenki rendesen kap még levegőt? Hát, ha ez vigasztal, neked még nincs is festményed. Tudjátok, nagyon vissza kéne mennünk Meridianra. Van már ötleted? Nincs. Na jó, és most? Itt van, Kublakán, írta Samuel Taylor Coleridge. Fel akarsz olvasni egy verset? Felolvasom a kedvedért, csak hogy inspiráljalak vele. Képpalotát emelt a kán, egy szanadúi hegyfokán, hol a szent folyó, a nagy alf, a naptalan tengerbe tart. Vak barlangokon át, kétszer öt jókora mérföld, virágzó, termékeny anyaföld, bódító vad illatokkal telt kertek, a tűznek ellenálló smaragdzöld fák, időtlen öreg őserdőségek, napfény által át nem járt zöld világ. Ám lent egy éjsötét szakadék mélyén, a palotától messzi cédrusos domb alatt,
Vattáj, átlátni nem lehet sötétjén, túl a fogyóhold halk halovány fényén, démonok ajkán zengtek fel súlyos szavak. Mintha a föld lélegzetre fakadt volna, szállt fel a mélységből az őrület hangja, forrás tört fel a kénköves pokolból. Belezengett a föld és az ég is, és éjjel ezt álmodtam én is. Hé! Halott vén emberek árvízzónában építkeztek. Hát nagy paradicsom. Nekem a paradicsom egy végtelen szekrény. Végtelen ruhával és kétszer annyi cipővel. Plusz egy inos, egy cseléd, szakács és fodrász. Akik folyton lesik a szavam, ő a te szavad. Cornélia, direkt akarod rontani az esélyeit? Na jó, nézd. Felesd el ezt a hitelkártya paradicsomot, meg akarod nyerni a versenyt? Akkor egyszerű a válasz. Nyuszik. Egy rakás pelyhes nyuszi. Hidd el nekem, a nyuszikat mindenki szereti. Oké, azt hiszem, azzal nem segítünk, ha ijesztgetjük, hm? Ne feledd! Nyuszik! Ez reménytelen. Reménytelen, mint Meridian sorsa. Lurdelek neki ízletes, Blank. Még az a jó, hogy nem találják meg. Újabb régió esett el, hercegem. Meridian hamarosan újra a tied lesz. Valóban, de új lázadás terjed, mint a gyom. Azelőtt kell eltaposni, hogy virágba szökken. Érzem édes illatát egy sétáló húsnak. Itt van a csibész. Jake nem csibész. Jake inkább üzletfél. Segít Phobos hercegnek. Nem ingyen. Hát, ha ér valamennyit, az az információ. Lázadó vezérek félnek Phobostól. Elrejtik családjukat. Jake követte Blank mamáját a végtelen városba. Ez az információ nem ér semmit. A lázadók bázisa a végtelen városban rég elhagyott. Nem régi bázis, új bázis! Nagy uram, a végtelen város az végtelen. Ha ez a lény tudja a lázadók új helyét, akkor... Akkor egy csapással elpusztítom a lázadók vezérkarát, és mindenkit, aki ott van. Mama! Izgulok. Ó, nagyon izgulok. Kell így izgulnom? Annyira izgulok, hogy nem tudom... Hé, te! A zsűri bolond lenne, ha nem neked adná az első díjat. A te képed vad. Mégis ragyog. Ó, ez kedves. Ne nyújj hozzá! Még nedves. Alig tudtam befejezni, hogy elhozzam. Az igazság pillanata. Sok sikert. Na lássuk, mi itt a helyzet? A címe Hajnal a Meridianon. Te tévedésbe estél. A téma a paradicsom Xanadu ábrázolása volt, nem pedig egy rémálomé. De a paradicsom gondolatban ígéret minden nap felkeltében. Minden hajnal meghozza a reményt, a lehetőséget arra, hogy a világ jobb legyen. Nos, azt hiszem, megvan a győztes. Nyuszi szerelem, festette Laurent Klaberman. Senki nem hallgat a zsenire. Miss Lynn, szeretném elmondani, hogy nagyon tetszett a képed. Tetszett, igen? Nagyon tehetséges vagy. Azt hiszem, hogy egy új művész megszületését látom. Paradicsom! Élvesd, amíg tudod. Siessetek, őrzők, mama veszélyben van. Haylin van veszélyben. Szakítani a fiúmmal és otthagyni a szüleimet. Nem jó karma. Ez nem vicc. Jake elárulta a lázadók új főhadiszállását Phobosnak. Akkor gyerünk. Őrzők, egyesüljünk! A víz!
titkos bejárat, nem titok már. Eléggé szűk a hely. Támadás. Ideje megbűnhődnöd, Nerissa. Illion, elég volt. Hagyjuk abba. Egyikünk se hagyja el ezt a börtönt. Itt sose állítjuk meg Phoboszt, és leigázza Meridiánt és az ismert világot, ha csak össze nem fogunk. Harmóniában. Szóval velünk tartasz? Vagy inkább maradsz itt az örökké valóságban? Mi fiú? Most már Rayton is árnyed. De az jól áll neked. Mert? Ostobák! Minden csatát elvesztettek, mióta visszatértem. Ideje, hogy ezen változtassunk, Fafej! Fafej? Nehéz napom volt. Micsoda egy szájszag! Kezd unalmas lenni ez a játék. Eresszük le a függönyt! Vissza! Nem menekülhetek! Segíteni kell neki! Az se tart már ki! Mindenkinek el kell tűnnie! Blank, vidd el a csapatodat! Menj, mama, Blank majd követ! Jaj, Blanky Blue! Ne! Elias, Aldarn, Aketon, mozgás! Átkozott átjáró! Megfigyázzunk! Túlélted. Bizony nagy kár. Nem is tudom, hogy bírod a bűzét, uram. Ostobaság őrző. Imádom a reggeli kétségbeesés szagát. Olyan győzelem szaga van. A lázadó vezér és ez az átjárós tranzitjegy az enyém. A többiek vagy elpusztulnak, vagy szétszóródnak a szélben. Phobosz herceg! Illion hadtestének maradéka megadta magát. Meridian a tiéd. És Meridian még csak a kezdet. Van egy kis ékszere a világnak, amiről mindig álmodoztam. Cidric, készüljetek fel Zamballa megtámadására. Minden tiszteletem öné, nagy uram. Minek törődni Zamballával, amikor elfoglalhatod magát Kandrakart? Megszerezheted a végtelenség szívét, és minden világ a tiéd lesz. Néha őrző, milyen kellemes ötlet. Kandrakár, készülj,
az urad már úton van. Várj, hol van Caleb? És hol mama Blackie búja? Ők nem tudtak átjönni. Nincs Blackie búj. Még van remény. Minden hajnal új ígéretet hoz. Nem! Nincs itt remény! És ez az őrzők hibája. Ti szabadítottátok ki Phobost, pedig ismertétek. Tudtátok, hogy rémálommá változtatja a paradicsomot. Elég volt rég. Az őrzők mindent megpróbáltak Meridian megmentéséért, de Phobost túl erős volt. És ha nem Phobost lett volna, akkor Nerissa. Az őrzők mindent megtettek. Nem, igaza van. Szándékosan vesztettünk. Magyar hangok. Nemes Takács Kata, Tamási Nikolett, Simonyi Piroska, Róa Kis Andrea, Dögei Éva, Vági Zsolt, Breyer Zoltán, Urván Andrea, Bókai Mária, Molnár Levente, Gruiz Anikó. Magyar szöveg Szent Miklósi Ágnes, hangmérnök Házi Sándor, gyártásvezető Németh Tamás, szinkronrendező Vági Tibor. A szinkront a Jetix megbízásából a Digital Media Services készítette.